Szeretettel köszöntök minden kedves televíziónézőt! Önök a Sportkorzó című magazinműsorunkat látják itt, a TV Szentendrén, és jelenlegi vendégem nem először ül itt a stúdiónkban nálunk, Grózi János, a Szentendrei Női Kézilabda Egylet vezető edzője. Szervusz! Én is szeretettel köszöntök mindenkit! Nem először vagy itt. Beszéltünk már sikerekről, kudarcokról, nehéz időszakokról, na de egy szép sikert könyvelhetett el a csapatod az elmúlt időszakban. Hová utaztatok, és milyen eredménnyel jöttetek haza? Lengyelországban voltunk az EBT Masters döntőn. Ez olyasmi, mint a kézilabdában a Final Four, tehát ebből kettő van nekünk, az egyik a bajnokok kupája az ősszel, a másik ez az EBT Masters. Itt különböző EBT, nemzetközi EBT versenyekre kell menni, és aki a legtöbb pontot szerzi egy adott országba, az képviseli az országot, és akkor ezt rangsorolják, tehát nem minden ország, és akkor elmetek a legjobb 12 csapat csap ilyenkor össze. És Lengyelországban voltunk, azt nem tudom megmondani, hol fönn északon egy gyönyörű helyen, egy tónán. És bajnokok lettetek? Megnyertük, nagyon jó érzés volt. De igazából az elmúlt 4 évben ezt mi háromszor megnyertük, egyszer ezüstérmesek voltunk tavaly, úgyhogy nem azt mondom, hogy ez kötelező, mert nem volt kötelező nekünk, főleg most már így, hogy nem edzünk annyit, és nem megyünk a válogatott, de most egy nagyon-nagyon erős Szentendre volt. Tehát tulajdonképpen én mondtam a lányoknak, hogy nagyon hálás vagyok ezért, mert a világbajnokságon nem tudtam, hogy az utolsó nagy versenyem szövetségkapitányként, és két régi Szentendreit kihagytam, akikkel együtt kezdtük a Fekete Bozsit sérülés miatt, és a Tóth Emesét, mert ugye ő komoly iskolába járt, így nem tudott annyit sportolni, és hát volt egy felállított szabály, hogy mennyit kell edzőtáborozni, edzeni, tehát hogy ugye, mert az nem a Szentendre, az a válogatott. És nagyon-nagyon szomorú voltam, amikor megtudtam, hogy ez az utolsó versenyünk volt, mert úgy gondoltam, hogy akkor azokkal fejeztem volna be, akikkel elkezdtük. És ez az EBT Masters most erre jó volt, hogy mindenki ott volt, egy-két kivétellel, de a régiek, akik itt kezdték a VSRT telepen, hátul ott a szeméthegyek mögött, az mindenki ott volt, és ugye ez egy nagyon-nagyon erős csapat volt. És nyertünk, és abban az volt a jó, hogy kétszer legyőztük a lengyel válogatottat, aki ugye EB ezüstérmes lett, úgyhogy nem mi voltunk ott ezen az EB-n. A spanyol válogatottat adó, nagyon-nagyon nagy mumus spanyolokat, akiket most már 3 éve mindig kikapunk, majd az utolsó 2-3 versenyünk ugye ezért lett ez, hogy nem nyertük meg se az EBT Masters, se a spanyol kupát, mert ez a spanyol csapat, spanyol kupát, ezt a bajnokok kupát, mert ez a spanyol csapat mindig megvert minket. Úgyhogy most nagyon-nagyon jó érzés volt, tehát mindenki nagyon boldog volt, a lányok meg levonták a következtetést, hogy edzés nélkül sokkal jobb versenyezni. Ezt örömmel fogadod? Nem, csak hát ez egy nagyon, az a baj, nagyon nehéz, mert ők azt hiszik, hogy én őket bántottam. Amikor egy magyar válogatottat képviselsz, akkor mindig dolgozol. Tehát ugye most csodálkozva álltak, hogy vége volt a meccsnek, és akkor semmi edzés, semmi reggel a kötelező futás megvan, tehát vannak azok, amik edzés elméletileg kellene, de nem edzettünk pluszban, nem edzőmeccseltünk, mindenkinek szabad programja volt, akkor feküdt le, amikor akart, tehát hogy ez most egy felnőtt verseny volt, és akkor ugye rá is kérdezett szerintem pont a Bozsi, hogy Janó, hát te nem ilyen vagy, és mondtam, hogy Bozsi, most hát nem mi vagyunk a válogatott. Régen az egy ilyen torna, az nem a Szentendréről szólt, hanem arról, hogy fölkészüljünk arra, hogy EB-t vagy VB-t játszunk adott évben. Tehát mi azért dolgoztunk annyit most már, mint Szentendre nem kell, mert ezek a játékosok még 1-2 évig hozzák, amit tudnak, vagy 3 évig, addig lesz eredmény, utána nagyon nehéz lesz, mert építeni kéne egy újat. Tehát akkor nem is volt annyira feszült maga a felkészülési időszak sem. A lányokon nem láttad a feszültséget, hogy hú, mi lesz itt? Nem, ők most fixen úgy jöttek ki, hogy nyerünk, mert ugye ez egy nagyon erős csapat. Egy kicsi kételje mindenkinek volt, hogy ugye most nem edzettünk annyit, nem készültünk annyit, de edzésben voltunk, mert ugye a terem az ide, ebben az évben nagyon-nagyon nehéz volt, ugye amiről beszéltünk szerintem évközben, hogy a 14 csapatból 5 kiesett, és úgy volt, hogy egy darab NB1B lesz. Ráadásul mi most nem vagyunk a világi oldalán, úgyhogy átkerültünk keletre. Erről azt kell tudni, hogy ez olyan, mint Szentendén, aki betelepül, hogy ő a gyűjtment. Tehát ha egy nyugati átkerül keletre, akkor a keleti csapatok megegyeznek, hogy neki kell kiesni, és ezt ugye egész évben éreztük, és aztán a végén az utolsó 4 meccsből 4-et hozva a 8-adikak lettünk, úgyhogy megleptük a keletieket, de ezért ugye a fizikai állapotunk és az edzettségünk nagyon jó volt. Ugye ugyanígy a teremben az ifi futott a bajnoki címért, tehát azért mondtam, hogy az, hogy nem edzettünk a strandra, az nem jelenti azt, hogy nem voltunk jó állapotban, kimentünk, 5-6 edzést csináltunk, játszottunk edzőmeccseket, csak nekik már nem kell megtanulni a strandkézit.
Fura volt, hogy nem napi 6-8-10 órát edzünk, de megmondom őszintén, hogy ezt most én is élveztem. Tehát azért 10-valahány év után jó érzés az, hogy nem arról szól az egész napot, hogy a következő edzésre hajtsál be embereket, akik már utálnak, ha meglátják a fejedet, ha hallják a hangodat, rázza őket a hideg, hogy már megint edzeni kell, hanem végre úgy mehettünk egy versenyre, hogy nem irritáltuk egymást már, mint az én őket, mert én szeretem őket. Csak ugye ez egy nagyon nehéz, amikor ennyi évig rohansz, és mindig eredmény van, és mindig mindenhol nyerned kell. Tehát mind a Szentendrének, mind a válogatottnak, akkor van egy olyan iszonyatos kényszer, amitől az emberek már elfelejtenek sokszor mosolyogni egymásra, meg, mert minden pillanatod az, hogy úristen, mi van, ha nem sikerül, ahogy a végén nem is sikerült. Teljesíteni kell, látványos, hogyha az ember nem teljesít úgy, ahogy éppen szeretne. Mindig azt mondták, hogy üldözési mániám van, amikor azt mondtam, hogy nekünk mindig nyerni kell. Most ez a negyedik hely és a kirúgás bizonyította, hogy tök igazam van, tehát nem hiszem, hogy nagyon sok ember van, aki 8 arany, 2 ezüst, egy negyedik, ötödik hely után került elbocsátásra, tehát ezt nem gondolom így. Túl sokak voltunk valószínűleg már a környezetünknek. Engem csak az zavar, hogy ahogy most nyert a Szentendre, hogy ez mindig is a utolsó években Szentendrére épült, ami mindenkit zavar, de mi mindig nagyon szívesen befogadtunk bárkit. Csak itt arról van szó, hogy a terem nem tudja tolerálni a strandot, tehát a legtöbb teremcsapat nem engedi a játékosait annyit edzeni a strandon. Ugye egyedül a Szentendre volt az, aki feláldozta a teremlétét, azért, hogy a strandon sokat lehessen edzeni, ezért lett előbb-utóbb mindenki Szentendrei, aki strandkézizett, mert ha más nem, akkor ide igazolt, hogy tudjon annyit edzeni. De ettől függetlenül jó érzés tudni azt, hogy a Szentendre a világ legjobbjai. Pont kín voltunk, amikor az IHF kihozott egy ilyen 20-as listát, és azon ugye talán öt magyar női játékos van, és hát igazából a Győri Ági az egyetlen, aki ugye a Dunaújvárosból jött, de ő is nálunk tanult strandkézizni, ugye a Fekete Bozsi, Krecz Fuzsi van rajta, Csiki Renni, a lányom Grósz Kitti, és ők a 20-ban az 5 világ legjobb strandkézi labdázó, és igazából az mind szentendrei. Csak az olyan jó érzés. Hát szerintem ez sokkal több annál. Egy igazi pecsét a te munkásságodra is, hiszen ez nem a hanyagolható kérdés. A csajok, akikkel utaztál a megmérettetésre, korosztályban hova sorolandók? Ez egy nagyon érdekes kérdés volt, mert előbbire reflektálva nem egyedül dolgoztam, mert ugye Marianna dolgoztam, és Benstrut Attila volt a nevelőedzőnk, tehát Atus munkáját is dicséri ugyanúgy, mint Marianét. Volt 2000-esünk a Vitovszky Vera, aki most szerintem pont tegnap szerepelt a helyi rádióban, lehet, hogy tegnap előtt, minden keverem a napokat. Ő 2000-es, tehát ő az ifjúsági válogatotthoz fog menni az idén olimpiára. Ő lett a legjobb kapus, ami nagyon-nagyon jó volt. Voltak 98-asok, voltak 96-osok, és ugye a 94-esek. Tehát itt a legidősebb, azt hiszem a Kóka Jági 92, a Bozsi 93-as, és hát mindenki fiatalabb. Tehát hogy ez a korosztály még azért egy 5-6 évig nagyon jó kis korosztály lenne. De egy szépen összeszokott csapatról beszélhetünk, és elmondható az, hogy jó volt a hangulat, jól éreztétek magatokat Lengyelországban? Meglepő volt, hogy nagyon jó volt. Tehát én nagyon megijedtem, mert iszonyatosan drága volt. Vetekedett Grand Canaria árával, ahol azért egy 5 csillagos szállodában voltál teljes ellátással és napi programokkal. Itt meg faházakban voltunk, és nagyon-nagyon azt hittem, hogy ki lesznek a hölgyek borulva, mert azért ők már megszokták azt, hogy a világ elit hogy néz ki. Nagyon-nagyon jó hangulat volt. Tehát valószínűleg az van, hogy az elmúlt években annyit voltak összezárva, hogy már halálra idegesítették egymást, ugye ez a évente 3-4-5 hónap edzőtáborokba, és most, hogy nem volt ilyen, és nem edzettek, most örültek egymásnak, Adrika hazajött Németországból, Bozsi ugye csatlakozott az NB1-ből, és kimondottan vidámak voltak. Tehát nagyon jó hangulat volt, tehát nagyon kellemesen meglepett, nem volt probléma, nem volt vita, egy irányba mentek. Tehát ez a úgymond a régi szép időket idéztem, amikor még amatőrök voltunk, és mindenki örült mindennek, ami, tehát legyen az egy alma vagy egy térdvédő. Jó volt látni, hogy visszataláltak ide. Gyönyörű, szép sikert értetek el, amihez ezúton is szeretettel gratulálunk, de mit tudhatunk a jövőről? Remélem a jövőn belül plakátra kerülnek a lányok, mert ugye kerestek minket. Nagyon-nagyon úgy érzem, hogy ez így a 10-valahány év után járna nekik, hogy Szentendre tudja, hogy ők vannak, mert léteznek, tehát terembe és strandon. Nagyon remélem, ugye azért lesz nehéz, tehát az IFI megnyerte a bajnokságot, főtött az első osztályba, tehát ilyenekkel, mint a Győr, Fradi, Dunaújváros, ilyenekkel kéne fölvenni a versenyt, de közben az ifistáknak az egyik része ugye a válogatottal fog készülni a EB-re, aztán az olimpiára. 2-3 felnőtt játékosunk a felnőtt új válogatottal készül,
szerintem úgy tervezzük, hogy július 16-án kezdünk, azért keményen fogunk edzeni, már augusztus végén 3 tornára megyünk, 3 egymás követő hétvégén. Nagyon-nagyon szeretnénk, ha ez az év már nem úgy néz neki, mint az előző, tehát hogy ott végig hátul vagyunk, és a végén rohanunk egy nagyot. Talán egy kicsit könnyebben most az egycsoportos NB1-t egy pillanatra elengedte a vezetés, valószínűleg vissza fogja hozni, ha nem lesz változás az elképzelésben. Ez azt fogja jelenteni, hogy ugye a kicsik az első osztályban nagyon nagyot kell, hogy menjenek, hogy bennmaradjanak, mert az azért egy más világ. Tehát ott ugye látjuk, nagy magyar klubcsapatok utánpótlásával versenyeznek. A felnőttek, nagyon remélem, hogy ott leszünk az 1-6-ba, max. A 6-8 között. 3-4-en elmennek, 3-4-en érkeznek, tehát ugye a Borbástita, a beállónk, az anyai örömök elé néz, úgyhogy a végén nem is játszott, csak ugye itt kabalából mást mondtunk, hogy ugye ne derüljön ki, mert ugye vannak ezek a női babonák. Csukaszasza, a Török Petra és a mi nevelésünk, a Fribeszvanya átmegy Dunakeszire, hogy felhozza az NB2-es Dunakeszit a NB1-B-be, legalábbis ez a terv, és akkor így érkeznek újak, most akkor összeszoktatjuk őket, indulnak a táborok, tehát már jövő héttől ugye a utánpótlás táborozik, aztán megyünk Törökszent Miklósra, tehát innentől kezdve végig az utánpótlás táborok lesznek, utána meg ugye július 16-tól mindenki elkezd kín homokon dolgozni. Ez a terv. A táborokat egyébként mennyire ajánlod? Nyilván nem kötelező program, de mennyire tesz jót a csapatnak, hogyha közös táborokon vesznek részt? A utánpótlásnak kell. Nagyon-nagyon-nagyon drága lett az idén ez a 18 plusz áfa, mondjuk 21 a terem, nagyon-nagyon nehéz sokat dolgozni gyerekekkel, már pedig ebbe a korba a technikát meg kell tanítani. Tehát ugye a Szentendre felnőtt és ifi csapata azért tud ennyi mindent, mert régen a technikai képzés elmentünk mondjuk Tápiószentmártonba 16 napra, és napi 6-8 órában gyakoroltak. Most egy kicsit megfordul, tulajdonképpen a szülőket tehermentesítjük, mert reggel 8-kor átveszük a gyerekeket, és délután 4 után visszaadjuk, közben van edzés, elvisszük strandra őket, akkor a bentlakásos táborok még egyszerűbbek lesznek, amik most indulnak, elvisszük, egy hét múlva visszahozzuk, és akkor a szülő visszakap egy aránylag sportosabb gyereket, aki egy kicsit talán jobban örül bárminek, amit otthon kap, mert azért ezekben a táborokban azért munka is van, meg azért egy kicsit asszimilálódik, tehát a királylányok egy kicsit átmennek sportolóba, a kevésbé szociális egyének szocializálódnak. Tehát ugye ez olyan, mint régen a fiúknak volt a honvédség, amit nagyon-nagyon hiányolok, mert én is végigéltem, hogy abban az egy évben azért megtanultunk nagyon sok mindent. Ezek a mai gyerekek annyira egyéni lények, és annyira egész évben ugye külön órákra járnak, tehát mindent csinálnak, hogy szerintem ez a tábor, ez nekik egyébként nagy élmény, mert mindegyik szeretne jönni, de és akkor a szülőnek is élmény lesz, mert ugye dolgozhat, mert ugye itt a nyári szünetben azért ez gondot okoz a gyerekeknél, a gyerekek meg jól fogják érezni magukat, mindig olyan helyre megyünk, ahol van meleg víz, strand, tehát hogy azért játékosabb, tehát ez már nem válogatott edzőtábor, tehát nem megölni visszük őket, meg nem gladiátorképzőben, hanem megszerettetni a kézilabdát. Oda vágyok a megfogalmazásaidért egyébként. Hogy bírod a királylányokkal az életet? Tehát edzőként nyilván kell egy erős jellem az, hogy vezesd őket, hogy tanítsd őket, hogy tényleg ne adják fel a pályán, hiszen lelkileg is erősíteni kell ezeket a lányokat. Mekkora nagy kihívás edzőnek lenni, és ennyi nővel egyszerre foglalkozni? Én nagyon szeretek a nőkkel dolgozni, tehát most néha voltak pontok, amikor úgy éreztem, hogy nem. Én hiszem azt, hogy a nőkkel jobban lehet dolgozni, mint a fiúkkal. A titka az, hogy előbb le kell ülni, és meg kell beszélni a közös célt. De ez időigényes részedről, tehát ez olyan, mint a kis herceg, igen, előbb meg kell szelídíteni, tehát itt a hölgyeket előbb meg kell szelídíteni, utána meg kell értetni, hogy azonos a cél. Én általában csak úgy dolgozok játékosokkal, hogy szeretem őket, tehát hogy az emberi oldalukat is szeretem, és akkor ebbe belefér az, hogy néha a hülye oldalukat toleráljuk, de tehát ugyanez volt, hogy annól leültünk nagyon-nagyon sok éve, 2006-ba vagy 2007-be, és akkor megbeszéltük, hogy mi szeretnénk valamiben a legjobbak lenni utánpótlásban a világon, akkor ott fölírtuk, hogy milyen sportok a legjobbak, most úszás, torna, vízilabda, és akkor kajakkenú, hogy ők napi 6-8-10 órát edzenek, és akkor együtt megbeszéltük a lányokkal, hogy akkor mi ezt fogjuk csinálni. És akkor így mentünk végig előbb az utánpótlás korosztályokon, aztán a felnőttön, és ez így jól működik. Tehát azért mondtam, hogy a királylányok általában átalakulnak. Most ebben a felnőtt csapatban
a nagyon sok siker miatt nagyon sok olyan lény van, aki egy picit inkább egyéni. Ez sajnos nagyon nehéz volt az elején, amikor ugye a régi Szentendrék azok mindig egy ilyen zárt, tehát egy olyan közösségek voltak, akik három hetente szülinapokat tartottak, hajnalig táncoltak. Összeszokott társaság. Igen, tehát pont beszéltünk a Kretszmuzsiról vagy Kittiről, hogy 8-9 évesen ott táncoltak a nagyokkal a mulatos zenére. Ezek a mai gyerekek már nem, tehát hogy ma már mindenki inkább egy kicsit elmegyünk valahova, van egy közös rész, és utána négy különböző szórakozó helyre mennek. Egy éjszaka, kettő, háromra, tehát hogy nincs már igényük arra, hogy ők együtt, közösségbe, tehát hogy kicsit más. Visszatérve a kérdésre, általában elég erős az egyéniségem ahhoz, hogy a királylányokat átalakítsam, és ugye ebben Marian nagy segítségemre van, mert ő velem ellentétben módszeres, mert engem le lehet kenyerezni, engem egy megígért jó mérkőzéssel, vagy egy jobb teljesítménnyel lehet a csaló oldalra küldeni, hogy eltekintsek bizonyos büntetésektől. Marian sokkal módszeresebb, tehát hogy ő mindent betart, és akkor inkább őt tisztelik a játékosok. Engem szoktak inkább hülyére venni, ha ezt a kifejezést szabad használni. Érdekes, pedig pont azon gondolkodtam, hogy ez a határozott jellem nem riasztja el a lányokat? Volt már erre példa? Én ez az első egy-két évben, amíg tanítok, nagyon barátságos vagyok. Tehát, hogy én amíg nem tanítok meg valamit, addig nem követelem. Ha már megtanítottam, ha már levideóztuk, ha már átmentünk rajta ezerszer azt a hibát, már nagyon sokszor elkövettük, akkor nem vagyok barátságos. Tehát, hogy nem is tudom, szerintem az elődöntőm volt, hogy négyen mentünk a lengyelek ellen, amikor Reni kitalálta, hogy az ő 160 valány centiével, és a beállós Fruzsi 170 centiével, majdnem 190 centis lengyel védő mellett, akivel a terembe is első osztályba játszik, feladják kínaira. Na, azt ott nem dicsértem meg. Tehát azért mondtam, hogy az az a pont, amikor ezt már ezerszer megbeszéltük. Egy elődöntőben, négy pontnál, amikor még a csapat, ráadásul, több száz, vagy több ezer, vagy ezer, nem tudom mennyien voltak lengyel nézőt, egy lengyel csapat ellen, nem szabad. És ugye ezt mi már 8 éve beszélgetjük, vagy 6. Tehát ott nem voltam barátságos, de normális esetben előbb mindig segítőkész vagyok, mert egy pedagógus, hát mi nem vagyunk pedagógusok, de ugye a mi szakmánkban pedagógia fontos, tehát előbb ugye tanítunk, segítünk, és már csak akkor büntetünk, amikor ugye ugyanazt a dolgot több éven keresztül próbáljuk átvinni, és nem engedi magát a hölgy, vagy játékos, és akkor általában erőből szoktuk megoldani. Egyébként hány éves kortól ajánlod a kézilabdát a gyerekeknek? Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem mindig megy a vita. Abból kiindul, hogy a Kitti, meg a Fruzsi, meg a többiek mennyivel, a Messi mennyivel a többiek előtt járnak. Tehát függetlenül attól, hogy ebből kettőből nem lett első osztályú sportoló, mert ők ugye a tanulást választották. Én azt mondom, hogy a 8-10 éves kor az tökéletes, mert ugye ott meg lehet tanítani a technikát. Én Kittiből kiindulva azt látom, hogy 12-13 éves korig, amit megtanulnak az emberek technikailag, azt utána egész életükbe tudni fogják. És nagyon kicsi a romlásnak a mértéke. Amit később próbálunk megtanítani, dobásokat, amikor ugye az iskolában már kialakítják a tanárok a dobásokat, és lóg a könyöke, és rossz a mozgása, és rossz a futása, és nem jól esik, akkor az lesz a baj, hogy amikor elfárad, akkor mindig visszatér ahhoz, amit még 10 éves kora előtt berögzült. Tanult. Igen. Most nagyon sok okos könyvet írtak az utánpótlásról, tehát, hogy most egy ilyen nagy közös rendszerbe kell az edzéseket tartani. Viszont én még mindig azt látom, hogy azok, akik nagyon hamar kezdték és sok technikát tanultak, ügyesebbek. Az ellenvélemény pedig az, ami jól látható mondjuk a saját lányomon, hogy túl hamar égnek ki. Na most ugye ezt nem lehet tudni, mert én azt látom, hogy a tehetségesek linkek lesznek. De ez mindegy, hogy mikor kezdte. A kevésbé tehetségesek, akiknek jó adottságuk van, és értelmesek, azok szorgalomból sokszor tovább jutnak el, mint azok, akik nagy tehetséggel születtek. Tehát azért mondtam, hogy ez annyira képlékeny. Tehát van, aki 10 éves korba elkezdi, és nagyon sokra viszi, van, aki gyerekkorba elkezdi, általában az edző gyerekeket gyerekkorba elkezdik, hisz a pálya mellett vannak. Ők egy adott szakaszon sokkal ügyesebbek, mint a társaik. Aztán lehet, hogy az elvárás miatt hamarabb abba hagyják. Tehát erre nincsen. Sokrétű. Tehát, tehát igen, tehát nincs nagyon-nagyon-nagyon okos dolog. Az a lényeg az, hogy szeresse. Tehát, hogy
hogy mondjam, töltse ki az életét. Én voltam kint 2 vagy 3 évet Svédországban fújni játékvezetőkkel, és ott a 18 éves dánok, svédek, norvégok még nincsenek leszakosodva, vagy legalábbis 2003-2006 között nem voltak. 4-5 sportot csináltak, és utána döntötték el, hogy milyen irányba menjenek. Viszont ugye a mozgás alapjuk meg volt, 10 gyerekkoruktól futottak, síeltek, 4 fajta sportot űztek, tehát hogy ami nekünk most a mai gyerekekből hiányzik, tehát hogy ugye most az izbeg iskolába indítottuk a kézilabda képzés programot, egész kiskortól menni fog, ugye versenyeznek csapatokba, amit régen a testnevelő tanárok mellett az élet tanított meg a gyerekeknek, hogyha mondjuk te fiatal vagy, de a mi gyerekkorunkban ugye kimentünk, hát a fiúk birkoztak, fociztak, kézisztek, kosaraztak, pingpongoztak, fáramáztak, csúzlisztak, követ dobáltak, egy ilyen fadolra végére rátették a sarat, azt dobálták, ugye loptuk a gyümölcsöt, tehát ha meggondolod, az egész élete egy fiú gyereknek, de ugyanígy a lányoknak mozgás is ez voltak. A mozgás megtanult dobni, mert azt, hogy eldobja, fölrakta ugye a könyökét, megtanult fáramászni, kötélre mászni, ezek a mai gyerekek nem tudnak dobni. Nem tudnak futni, amikor beérkeznek, nem tudnak elesni. Tehát tulajdonképpen az a természetes alapmozgás, ami régen, amikor nem volt ennyi média, vagy bármi, internet, az ugye a napod része volt, hisz nyáron ki voltál napi 10-valány órát. Most ha úszni tanultál, fülöttél, teljesen mindegy, mit csináltál. Ha meggondolod, mászókáztál, hintáztál, minden arról szólt, hogy a mozgást tanulod. Ezek a mai gyerekek van, amikor 12-13 éves korában bejön, nagyon aranyos, és tulajdonképpen azt nézzük, hogy úristen, tehát minden meg kell tanítani, tehát arról szó nem lehet, hogy fölmászol a kötélen, tehát ami régen második-harmadikban kötelező volt a gyerekeknek, tehát hogy nem is engednéd, ma leesik, akkor meghaltál. Kicsit lustulunk, úgy tűnik. Meg hiányzik, igen, a képzés, és itt jön az vissza, ugye, amiről beszéltünk, hogy a skandinávok, meg mindenki más azért van előrébb, talán mert a természetes mozgásból sokkal többet követnek el. Mi lustábbak vagyunk, úgy, ahogy mondott, tehát mi nem megyünk egy gyerekkorba futni, biciklizni, tehát ugye, ahogy megbeszéltük, én nekem is el kell menni biciklizni vagy futni. Én is sose találok rá időt, tehát... Hogy ez a legjobb kifogás, nem? Tehát ezzel mindig igen. Tudunk élni, hogy nincs rá idő, nem tudom megoldani, de hát ha nagyon akarjuk, biztos, hogy sikerülni fog, és látványos lesz mind a kettőnk részéről, hogy sikerül fogyni. Az én részemről látványos lenne, ha mozogni. Nem, az a baj, hogy ők másképp nőnek föl, tehát láttuk ki, mert ugye mi is azért vezettük be ezt a futást a válogatottnál, és onnantól kezdve ugye nyert a felnőtt, nagyon utálták a lányok, a mai napig utálják, tehát hogy ugye most Lengyelországban is édesek voltak, mert minden reggel fél-hétkor ki kellett menniük futni, hogy felébredjenek, és a negyedik nap kisétáltunk megnézni, hogy most már azért öregek, mert mondták, hogy öregek maguktól lefekszenek, nem csalnak, tehát hogy azért meg kimentünk megnézni, hogy úgyse számít, de azért sétáljunk és nézzük meg, hogy tényleg ennyire jó gyerekek lettek így 20 éves korukra. Kifutott, nem volt nagy távolság, tehát most azért ugye nem válogatottról beszélünk, nem volt egy ilyen 1000-1500 méter gimnasztika, tehát igazából csak a púzusokat, meg a átmozgatás. Elfutottak odáig, ahol kellett, és ott megálltak, és sétáltak visszafele. Ugye azért kivívták azt, hogy Mariantól kapjanak a maradék 2 napra büntetést, onnantól kezdve minden meccsre futással mentek, de onnantól kezdve mindent megnyertek, és akkor ez kabalának jó volt, nekik nem volt az sevészes. És ugye itt jön az vissza, hogy mi magyarok mások vagyunk. Egy norvég sportoló akkor is futna, ha nem mondanák neki. Tehát ő reggel föl kell, elmegyek kicsit futni. Nem sokat, ugye Umagon is azt láttuk, hogy a norvég strandkézi válogatott fut a mérkőzés előtt, levezető futáson a mérkőzés után, és ha 3 meccse van egy nap, akkor 3-szor fut. És reggel elkezdi, este nyújtogat, tehát hogy ők kikapcsolódásból futnak. Na most én ugye nem szeretem a futást, és szó nem lehetne róla, hogy kikapcsolódásnak tekintsem, de ezért mondtam, hogy ezt valószínűleg gyerekkorba kéne valahol átalakítani, hogy a futás ne ellenség legyen, hanem mint az úszás egy relaxáló, megnyugtató érzés. Igen. Említetted az izbégi iskolával való együttműködést. Egy kicsit mesélnél nekünk erről? Mennyire jellemző, hogy különböző iskolákkal ilyen szintű együttműködés zajlik nálatok? Ezzel a TAO program bevezetésével egyfelől jó helyzetbe került a sport, másfelől ugye nem annyira jó helyzetbe került. Nekünk régen a utánpótlás bázisunkat a Rákóczi adta, főleg amíg a Hajdú Gábor volt az igazgató. Azóta annyiba változott, hogy ott ugye van egy saját DSE a iskolának, és az most inkább a budakalászi fiúcsapattal van kötésben, ami régen szentendrei fiúcsapat volt, és ugye indítottak lánycsapatokat is. Tehát így nekünk megszűnt az utánpótlás bázisunk.
Szerencsére a TAO programon belül vannak ilyen csarnok felújítások, és az izbégi iskola pályázott rá, és akkor ugye vállalni kell, hogy három fiú, három lány csapatot versenyeztet, és ahhoz, hogy ezt megkapja az iskola, hogy felújítsák a sportcsarnokát, ami már ráfért az izbégi iskolára, ahhoz ugye valakivel szerződnie kell. És akkor ugye megkerülsett minket a tankerület, meg nagyon boldogan mondtunk igen, mert végre egy iskola, ahol el lehet indítani, hogy igenis legyenek a testnevelés órák keretében kézilabda, délután természetesen, aki nem akar, annak nem, de azért mondtam, hogy nem eltolva a többi sportot, mert nekem mindig is az volt a véleményem, amikor még régen itt részt vettünk a helyi harcba, hogy ki mennyi sportpénzt kap, mert ugye ezt már nagyon régóta egy fillért se kapunk a várostól, hogy nem szabad azt mondani, hogy egyik sport fontosabb, mint a másik. Minden sport fontos. Teljesen mindegy, mit csinál a gyerek, csak sportoljon. Tanuljon meg közösségbe élni. És ugye az előbbire visszajövő, mi azért nem futunk, mert csapatsportolók nagyon ritkán futnak. Akik meg szeretnek futni, azok nagyon ritkán csapatsportolók. Tehát, hogy ugye, aki egyénileg el tud menni 5-10-15 kilométert futni, az általában inkább egyéni lény. Jól megnézve, a csapatsportosok nem szeretnek futni, és akkor vissza az izbékhez. Az a jó benne, hogyha fognak ugye versenyezni. Tehát az idén nagyon gyorsan felálltott két-két csapat fiú lányba, akkor délutánonként még a tanulószoba ideje, vagy nem tudom most, hogy hívjuk ezt a délutáni programot, lesznek edzések, tehát akik oda járnak, azok helybe tulajdonképpen anélkül, hogy a szülőnek gondot okozna, úgy tudnak majd kézilabdázni és versenyezni. Nekünk azért jó, mert a Móriczban nem csak, hogy drága a teremidő, nincs termünk, tehát hogy, hogy ugye evel, hogy ugye a Rákóczi DS-e is ott van, a Farkasvár, a fiúké a terem, így mi általában este 6-tól vagy 7-től kapunk termet. Nagyon nehéz kisgyerekek este 6-tól 7-től edzeni. Ezt most az izbégi iskola és az ottani edzések ki fogják váltani valamennyire, és akkor remélem, hogy egy ilyen nagy-nagy fellendülés lesz. És azért mondtam, hogy igazából nem a kézilabda irányába. Azok a gyerekek most kézilabdáznak 8. korukig, utána ugyanúgy tudnak bármilyen sportot csinálni. A lényeg, hogy mozogjanak. Hát tanulja meg a mozgást. Mert igazából vannak sportok, amik egy picit ölik egymást. Tehát ha kosaras jön hozzánk kézilabdázni, a borítást és a lépést nem tudjuk kiszedni, mert ő azt már hamarabb megtanulta. És azért mondtam, hogy van ilyen, de normális esetben nem zavarják egymást a sportok. Tehát ha egy lány focival kezdte, attól még nagyon jó kézilabdás lehet, nagyon sok ilyenünk van, és volt olyan, aki nálunk kézizett, és elment focizni. Tehát, és működik. És működik, csak sportoljon. Még egyszer szeretettel gratulálunk a bajnoki címhez, és figyelemmel kísérünk titeket a továbbiakban is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm velünk. Szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket a kedves televízió nézőknek is. E heti vendégem Grózi János, vagy ahogy mindenki ismeri, Janó volt a vendégem. Viszontlátásra!